A tárla címe is sokat mondó, táblától tábláig, 1814 méter választja el a két települést egymástól. Szihalmon adott egy kiállítótér, míg Mezőszemerén az évek során egy művészközösség kovácsolódott össze. A vasárnap délutáni megnyitón Réz András esztéta kalauzolta végig a közönséget a műveken, és a résztvevők közösen próbálták megfejteni, hogy számukra mit üzen egy-egy alkotás. Rohadtul nehéz arról beszélni, hogy maga a kiállítás ilyen-olyan határozottan sugározza a nem tudom milyen jelentés hangulatot. Minden alkotó más, minden mű más, megszakad a szívem, értetek. Legfeljebb, ha akarjátok, arra még kapható vagyok, hogy a végtelen hosszú bevezető után sétáljunk egyet, hogy fölhívjam a figyelmeteket néha olyan részletekre, amelyek izgalmasabbá teszik a műveket. Fogyasztóvédelmi megjegyzés. Nem tudom, hogy a művek miről szólnak, mit jelentenek. Én csak azt tudom, hogy nekem miről szólnak. Helyettetek nem gondolkodhatom. Mert hogy minden egyes műnek az igazi története az valahogy bennetek fog véget érni. És ahányan vagytok, minden műnek annyi jelentése és értelmezése lesz. De a helyzet még ennél is sokkal szarabb, mert ha holnap visszajöttök, ki fog derülni, hogy mást jelentenek nektek is. De közben senki nem nyúlt a vászonhoz, meg senki nem matatott bele a márványba. Csak lehet, hogy mi változunk, akár egy nap alatt is, meg a hangulat, meg a világ, meg beborul, meg esik, és valami más veszünk észre a világban, és másképp fogunk válaszolni a művek által föltett kérdésekre. Ez a kiállítás rohadtul bonyolult, talán pontosan azért, mert egy tucatnyi művész gondolkodik körülöttetek, és amikor tovább léptek az egyik alkotótól a másikig, át kell hangolódnatok. Tehát ez nem olyan, hogy bemegyek, az XY halhatatlan művész képei lógnak a falon, mert hogy ilyenkor az történik, hogy megállsz az elsőnél, állsz 24,5 percig, és azt mondod, hihetetlen és valószínűtlen. És a másodiknál is elájulsz egy kicsit, és azt mondod magadnak minden 6 perc 22 másodpercen át, hogy azért nagy művész a rohadt életben. Aztán a 17. képnél azt mondod, hogy rohadtul rendben van, és miért ne érné meg azt a 6 másodpercet, amit előtte töltötte. Mert megismered a művész nyelvét. Tehát ami az elején még meglepetés volt, és elkezdtél dolgozni, hogy mi a bubánatos franc ez az egész, azt érted. De most amikor 12 művész alkot, akkor igenis meg kell szoknotod, hogy megállsz, és azt mondod, hogy ne a rohadt bubánat, ez meg nincs. Nem fogom meglökni Adrián műalkotását, mert megfordult a fejemben, de idejében szóltak a rendezők, hogy ne kekeckedjek egy 60 kilós márványtömbbel. Nem kekeckedem. Ha ez a lábamra esik, akkor a megnyitónak vége. Szóval, hogy tök más, mint amikor, mit tudom, megnézitek Katának a furcsa kis gicseit. Úristen, ott ezek a mézes kalászín, meg a szarvas, meg mi. De közben van benne egy kis rabál, meg ott van benne a gyerekek dinoszaurusz őrülete. Na hát ez két teljesen különböző világ.